Egy hét alatt számos érdekes használati tárgy, játék, rajz készült a Fehér Lófia Református Keresztjén táborban, amelyből egy kiállítást is szerveztek. Csináltunk ilyen szamarakat, ilyen szamar maszkokat, meg ilyen nyakláncokat szívószálból. Meg csináltunk ilyen ceruzatartó kis röfiket, Megcsináltunk ilyen barikákat. Bácskos útfalváról és környékéről, valamint külföldről is érkeztek óvodás és általános iskolás gyerekek. Sok elszármazott, elvándorolt Bácskos útfalvi hozza vissza táborozni gyermekét. Örömet is szereztünk, meg sok barátot, és um, én nagyon örülök, hogy most itt lehetek, és um, Mindennek nagyon jól éreztem magam. Játékos módon énekekkel foglalkozásokkal egy tematikus kidolgozott módszertant követve zajlott az oktatás. Tábor témája most ugye mi a a Cohen programot használjuk mint évek óta és az állati küldetés volt a, 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 címe neki, és a küldetés, hogy mit tudnak a gyerekek megcsinálni másokkal, itt otthon, hogy hova, hogy, hogy küldi őket, hogy tegyenek jót, és stb. A kiállítás után a gyerekek családjukkal együtt részt vettek a táborzáró istentiszteleten. 14. alkalommal tartottuk meg ezt a tábort, és kimondottan azzal a célral, hogy a gyerekeket ugye a keresztény nevelésbe részesítsük, és tehát a magyar értékeket is próbáljuk nekik átadni ilyen formán. A vasárnapi istentiszteleten a Báncskos falvi református gyülekezet új taggal bővült, hiszen keresztelőt is tartottak.